Üdvözlök mindenkit a maffia magyarításának, vagyis magyarosításának telepítésében. Itt van velem Feri. Jó reggelt, itt vagyok. És már ugye volt egyszer egy maffia végjátszás, és akkor azt hiszem, hogy talán ugyanezt a magyarítást használtuk. És akartam volna egy másikat használni, mert van egyébként kettő, de a másikat sajnos már nem lehet elérni, nem lehet letölteni. Úgyhogy... Most hát lehet, hogy le lehet, de hát csak regisztrált felhasználó tölthet le, úgyhogy... Hát sajnálom, ez pedig... És itt is most kijelentjük, hogy soha nem fogok emiatt regisztrálni sehova. Erre a hulladék oldalra én nem regisztrálok. Ráadásul meg az... Biztos, én ezt úgy mondom, úgy képzelem el, hogy regisztrálok, kapok egy e-mail, és akkor köszönjük a regisztrációt, adminunk egy-két héten belül felkeres, és aktiválja a profilodat, utána letölthetsz. Ez admin már rég egy másik országban van azóta, szerintem. Úgyhogy... De a többit valószínűleg, hogy a végén még ez is rossz letöltés lenne, aztán... Igen, próbáltam egyébként, megtaláltam, hogy ez a neve annak a fájlnak, de nem találtam meg sehol neten. Egy helyen megtaláltam, de onnan nem lehetett letölteni sajnos. Nem működött. Mindent megtettünk, hogy másik magyarítás legyen, úgy, de... Úgyhogy összettük lesz a Mafia magyarítás 2.1-et. Ezt a Hunnenkönig-et, de telóról vagyok, kezé nincs ő betű. Mi ez? Hun Store BT. Nem mondod, hogy megtalál. Ó, jó, oké. Okay. Jó. Ezt hagyom be inkább, hát... Ó, ó, jaj, mi van? Azt nem akarod benne adni a videóból, hogy így kitakarod? Így kihomályosítok? Olyan meglehetjük. Na, hát akkor... Nézzük ezt a... Ugye milyen csalóka volt ez a 404-es oldal? Tehát azt szerintem direkt így csinálták meg. Na. Tehát akkor nézzük ezt a magyarítást. Üdvözöllek a maffia honosítás telepítő programjában. Ezzel program segít a maffia honosítás telepítésében. A telepítés folyatása előtt ajánlatos az összes futatót Windows programot begyelni. Ha mégsem akarod a maffia honosítás telepítését, kattints a kilép gombra. Ha folytatni akarod a műveletet, kattints a tovább gombra. Maffia fordítás. A fordítás ingyenesen terjeszthető, de kizárólag a nevem Hunnenkönig és az e-mail címem hunnenkönig@cello.at. Jaj, hát... Az akkor, helyet, nem is hallottam. Akkor már értem, hogy miért német verzióról fordítottál. Hát ugye ausztriai a drágámnak az e-mail címe. Valamint a honlap http://honosítások.com/maffia.html feltüntetésével együtt. Elfelejtettem, hogy volt-e igelben a mondatban, hogy nem biztos volt, már nem figyeltem, az elejét elfelejtettem a mondatnak. Ingyenesen terjeszthető. Na terjeszthető, oké, akkor volt. Terjeszthető. Én már elfelejtettem, már annyi minden volt itt. A fordítás tartalma, valamint a telepítő program az engedélyem nélkül nem változtatható meg se. Akkor vajon az a másik tag kért engedélyt? Mert elvileg ő annak a fordítását tuningolta kicsit, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Apró eltérések előfordulhatnak a szövegben, mert 1. Nem mindig szó szerint fordítottam, hanem értelemszerűen. 2. A német szövegben, amiben fordítottam, már eleve lehettek apró eltérések, ha esetleg az angol verziót használod. 3. Az eredeti szöveg nem volt szó szerint fordítható. Mi? Aha. Na jó. Jó. A játék története ezáltal nem változik. A helyesírás és mondatszerkezeti hibák előfordulhatnak. Technikai okokból hosszú ü és ö betűk nincsenek a szövegben. A magyarítás automatikusan a játékkönyvtárba települ. Ha a telepítő kiírja, hogy a könyvtár már van... Mi? Ja, ha a telepítő kiírja, hogy a könyvtárban már van valami, és megkérdezi, hogy mégis oda akarod-e telepíteni a fordítást, kattints az igen gombra. Igen, ez az. Ha nem akarod tovább használni a fordítást, indítsd a start menüből a maffia honosítás törlése bejegyzést. A szövegeket lektorálta és javította Runloth. Palmai at nograd.net. Jó játékot, nograd.net. Jó játékot kívánok, Hunnenkönig. És feltelepítjük az angolra. Gyors volt.
Jaj, az meg elfelejtettem azt a nagyon fontos mozzanatot. Na már mindjárt elindítottam ismételten. Jó. Na, még egyszer elindítom, hogy azt megmutassam ezt, hogy már mennyire az autizmus mennyire látszódik. Tehát itt szükséges tárhely és rendelkezésre álló tárhely. 1 megabit és 20249 megabit. Hogyha megabajtot akarsz írni, azt nagy B-vel kell, bazd meg! Mafiát csupa nagy... De visszahallom magam felé, ez így nem jó. Ó, igen, hogy? Igen, hogy? Igen, úgy, hogy visszahallom magam tőled, de mindegy. Szóval a mafiát csupa a nagybetűvel írja, de... Na jó, mindegy. Ez lett volna a telepítés nem teljes. Jaj, nem, most nem fog működni. A program nem tudta befejezni a telepítést. Akkor innen folytatjuk majd. Üdvözlök mindenkit a Mafia végigjátszásában. És ugye már láthattátok az előbb a magyarításnak a telepítőjét, most pedig belekezdünk. Már van itt egy profilom, szerintem ki is választom. Annyit kell tudni erről a verzióról, ez a nemrég kiadott GOG verzió, amiből hiányzik egy csomó zene. És ez nekünk pont jó szerintem, mert szerintem pont azok a zenék hiányoznak belőle, amik ugye problémát okoznának YouTube-on, úgyhogy hajrá! Úgyhogy van egy kis zenénk végre. Mondjad. Nem, én nem akartam még ja, csak hogy nyögtél, hogy nagyon gondoltam valamit akarol. Hát igen, elég jó a gépem, maximum, meg minden. Hú, menőző, hogy neked maximumon fut. Régi gépem már nem futott el, mert maximumon. Úgyhogy hát akkor most belekezdünk, hát igen, és volt itt még valami, nem tudom, kilométer óra, igen, kilométer per óra. Feliratokat azt hiszem, ja, be van kapcsolva, jó valami, én úgy emlékeztem, hogy alapból sosincs bekapcsolva. De már volt profilodott, hogy biztos azért. Nem tudom, lehet, hogy az egér érzékenységet emel kellene bennem. Így mondjuk. Oké. Okay. Jó. És most pedig... Nem találom egyszerűen. Ez lesz az? Ez, nem, várjál, nem. Én most ezért akarom a tutoriál, de most az melyik? Az a bevezető lesz szerintem. De miért bevezető? Az Isten faszára, már jó az a magyarítás. Bevezető. Legalább az. A másik magyarításban úgy volt, hogy oktató. Az már jobb volt. Okay, kid. Here's where you're gonna learn what it takes to be a real mafioso. Mafioso. Every wise guy has a compass in his head, telling him which way and where to go. So, follow your inner compass, and go to the stage with the table on it. Are you sure you're not being followed? All right. Now, climb up on the stage. Be careful not to rip your suit. So you may as well practice a side roll. You're no good to the Don if you get shot. Ez nincs akkor felirat valamiért. Now go to the table. Mert németbe se volt, és az alapján csinál. The exclamation mark will appear in the bottom left-hand corner of the screen. It's the action button. A fegyvert. The action button symbol indicates that you can perform an action or interact with the environment. Here, you can take the guns from the table. Go on, do it. Már felvettem. Most túl gyors vagy te ennek az oktató játéknak. See what you can find. Oh. Hello, is there anyone home? It's
Stop making a fool of yourself. It's time to get on with more serious business. Leltár, bazd meg! Leltár! Azt a kurva! Hát ez nagyon jó! Leltár? Zseniális! Nagyon tetszik nekem, hogy így lett fordítva. Remélem, hogy hasonlók vannak. Most mi van? Megnyomtad a leltárt, és akkor most elfejtettem, mit lehetettem. Lői. Hát nem sikerült mindegyiket meglőni egyből. Always remember to reload. Just in case you most lőttem egyet, minek töltenék újra? De hozzájárni. Nem. Akkor így, nyim a golyót. Töltsd újra a fegyvert, most. Nyim. Nyim hallgatok el. Csúnya bátyi. Aj, nem akarom! Nem, hagyjál békén. Elveszítenék 6 golyót, bassza meg. Akkor lőtt ki inkább valamire is akkor úgy. Na, úgy kéne, hogy... Ez nem lenne pazarlás. Mi vagy, ha elteszem? És most nyomom meg. Ó, oh, ilyen kis trükkös. Vanya, nem elég jó neki, hát akkor hagyjam meg, akkor... You should also be prepared to switch weapons as quickly as possible. Gördítés, le and fel. Just because you're part of the mafia doesn't mean that you can walk around waving a gun. Erre the police will arrest you if they see you carrying a gun. Hát csak hogy németből van, sokat kiabál. Now, take the baseball bat from the table. You can't carry and hide all of the weapons under your coat. If you have a last weapon, fel, hogy el tud dobni. Hidden, igen, but also carrying another one and you spot a policeman, you're just gonna have to throw it away to avoid attention. Jó lesz már? Na. De úgy dobd el, hogy ne is jött fel egyből, mert nem zavarja. De pazd, már eldobtam egyszer. You're gonna need that bat. So pick it up again. The police won't give you any trouble if you're carrying a bat. Even if you might use it to, say, knock someone out. See that guy over there? Ócsia, nem tudod megcsinálni az oktató játékot, illetve, bocsánat, a bevezetést. Ó, de. Tűzgombat lenyomva tartod. Feltöltő létsz. Feltöltő létsz. Ez az. Tudod, hogy piros tadul felment a feltöltő létszen. Walk over to that car. Ja, igen. Egyébként a hangom az még mindig nem az igazi egy betegségből jövök ki, de... Szóval lehet, hogy néha kölgök, meg ilyen száraz a hangom, meg ilyesmi, de... De az úgy is marad. But only if you've been shown how to get into it. Try to pick the lock on the car door. Make sure that the police don't spot you when breaking into cars. Now, get in the car. Yeah, szeretem, hogy kettik megfúlal. Ez olyan zseniális kifejezés. Igen, ebben a verzióban sajnos nincsenek meg az igazi autónevek. De van elvileg olyan magyar ítés, amiben a rendes autónevek vannak elvileg. Pedig ezt a Kray volt volna. Hajtsa meg adott helyre. Imádom, amikor így balra jobbra tekeri a kormányát. Ez annyira jó. Hogy mozog a kereke. Az a legjobb autó, aminek mindig neki mész most. Ezt imádom, amikor nagyon megsérül, akkor nem tud fölmenni már egy kis emelkedéssel. Hát alapból is eléggé nehezen megy neki. Oké. Tempó korlátozás gomb segítségére. Use this to avoid worrying about being stopped by the police for exceeding the speed limit. The police will appear as blue cars on the radar. Korlátoztad a tempót. And drive in the direction indicated by the compass. Hoppá, ez így furán nézett ki ott lent. Hogyan kell fa? Igen. Egybe került az, hogy megtudtad, hogy kell kocsit, akkor nézd meg a küldetés, meg nem tudom, hogy...
try it. Jó, érdekes volt. If someone steps into the road in front of you, you should warn them by sounding the car horn. Én tökre nem emlékeztem egyébként a tutoriára, hogy hogyan is zajlik. In our line of work, you don't want to. Ezt mondja, régen egy csomószor kihagytam, mert így egyből az új játékra mentem, nem is foglalkoztam nagyon vele. Csak gondoltam, a poén kedvéért megcsinálom. A symbol of a fine will be displayed. Simply stop and pay the fine, then you can be on your way. When you're spotted committing a serious offense, a handcuff symbol will be displayed. You can try to evade the police, but if they catch you, you'll be arrested. Lastly, always keep your weapons hidden when out in the city. If the police detect shots being fired, a symbol of a gun will be displayed. You'll now be wanted by all of the police in the area, and they will return fire. How you're gonna get out of that situation is up to you. That's it. From now on, it's down to you to see what you make of yourself. Mindig is tetszett ez a tutorial része, ilyen, ilyen, nem is tudom, ez a, mint ilyen kisváros lenne így, ugye, Lost Heaven-en kívül. Ez tök jó ez a hely. Kár, hogy ide nem lehet nagyon eljönni többet. Lehetne itt is valami. De egyébként azt néztem, hogy ez vajon hol lehet, ugye ez is a szokásos, tipikus maffia dolog, hogy körbe van véve így fákkal, meg ilyesmi. De hogyha megnézed, ugye ott van, ott vannak azok az épületek, amik a... Aha. Gondolom azt csugalhatják, hogy hát nem tudom, hogy valahol mondjuk így a Central Island közelében lenne ez a hely talán, nem tudom. Vagy ez egy különálló map, ezt nem tudom, sajnos. Na de hát igen, igazából azt is lehetne, hogy most elkezdek ugye gyilkolni, kinyírok mindenkit. Ezen mondjuk gondolkoztam, hogy mi lenne, hogyha megölnék mindenkit ebben a kis részben, és teljesen egyedül maradnék a térképen, de most nem fogom ezzel húzni az időt, úgyhogy... Hoppá. De azért egy kicsit megpróbáltad. Egy kicsit. Legalább így a gyalogosokat. És itt van még a... Ez a duda. Ezt úgy bírom. Annyira zseniális. Na ez volt a tutorial. Most megtanultuk, hogy hogyan kell játszani játékot, úgyhogy el is kezdhetjük. Ennyi végjátszás, meg minden után már írja volt megtanultuk. Nova Zsogo. Nézzük. Ja, itt az intro, ugye azt elfelejtettem, hogy ez is van. Várj, valami meghalt a rögzítés. Hol indítom? Hoppá. Oké. Okay. Nem tudom, hogy kiakadt valamiért.
Detective Norman, can I join you? Sorry for the delay, but I didn't want anybody seeing me, if you know what I mean. What can I get you, sir? Just a coffee. Coming right up. It's not my habit to sit with people like you. Got a business proposition for you, Detective. I ain't no businessman. And even if I were, I wouldn't be doing business with the likes of you. I don't usually do business with your kind either. But this is a bit of a strange deal. Good for you and your superiors, and good for me. It concerns a certain kind of trade. Trade? Well, let's just say that I hold a high position in a not-so-legal organization. It's just the kind of organization people such as yourself would like to know a lot about. And I, on the other hand, for certain reasons, don't want... Your coffee, sir. Thanks. I have my own personal reasons why I don't want to be associated with this organization. It ain't too easy to leave this kind of business, if you know what I mean. I think I know where you're coming from. You'll get a bullet in your head if you don't disappear quickly, right? That's not the only reason. Got any kids, Detective? I've got a wife and daughter. I don't want them to have any problems because of me. Yeah, well, I ain't just gonna hand out protection to any wop crook. You should have thought about them kids before, cause I... Sure, sure. Listen, I don't want something for nothing. So here's the deal. Does the name Salieri mean anything to you? Salieri? It damn well does. You got something to come with him? You could say that. I've worked for him for several years. Now he wants to rub me out. If you protect my family and me, I'll tell you everything. Names, dates, accounts, everything. Enough to put him away for life. I ain't Santa Claus. If I go to the chief with this, I need to know everything you know. And I have to be sure you'll testify in court. Sure. If you ain't in a hurry, I'll tell you my whole story. And all the deals I've worked on over the years. Okay. I've got time, and I'm listening. Tökre érdekes ez a bevezető rész, hogy hogyan csinálták meg. Mert gyakorlatilag az egészet csak meséli Tomi. Igen, ez nekem nagyon tetszik. De az egész játékot én nagyon szeretem. Nekem is nagy kedvenc. I used to be attached. Vagy annyira jó el van találva az egész. Even though I wasn't making much and I worked from dawn to dusk, I was glad to be working. Meg egy kis pihenéssel sok dióm után szerintem jól jön. A vége fel annyira lefárasztott meg, rossz volt, én már... Végre egy jó játékot játszom. Mert annyira megcsömör lettem, hogy nekem elég volt a nyomokból. Ez a kedvenc rész, amikor indexelnek az üldözés közben. Figyelniük kell azért, hogy tudniuk, hogy a másik hogyan megy. Hogyan megy? Saját. Hát nehogy rossz irányba induljanak el, tudod? Igen, igen. Igen. Na, index, index, index. Minden jó. One day I was on my break and I was just hanging out. Suddenly I heard a tremendous crash. És ezen múlt minden, hogy akkor ebben a pillanatban ő itt volt. Igen. Az egész történet nem tűnt. Morello mindig élne, hogyha Tomit nem taxizik. Ki élne még mindig? Morello. Ja? Igen, Morello. Az egész dolog meg se történne, hogyha Tomi máshol van ebben a pillanatban. Kéne egy olyan Morello, nem találják meg egymást. És Tomi ott az oktatópályán áll van magának. Ja. Just away from those gentlemen who are chasing my new customers. Úgy, hogy találkozik Normannel és elmeséli neki, hogy hát én megtanultam, hogy a baseball ütőt ledobni. Elmondok mindent, ha megvéd engem azt is, hogyan lőttem le a dobozokat az asztalon. Sokkal jobb volna. Na jó, nem, ez így. Még ez volt egy kis balesetem néhány járókelőben. Na, ez nem jön össze. Első mission failed. Kicsit trükkös az a lépcső, te kell lassítani.
Meg egy szögbe kell érkezni. Mi? Vagy nem kell rámenni, hanem máshova kell menni. A nyelvet. Hoppá, ez... De nem, ez a leggyorsabb út, ez a speedrun route. Ó. Majd csinálj mindent úgy, mint ahogy a speedrunnál szokták, és akkor... Nem minden, de még néhány dolog nem lesz. Most új rekordot akarsz felállítani, tudom? Ja, mindenképp. Az a vágyam, megnézem az összes átvezetőt is, ez nagyon gyors. Ha olyan még úgy sincsen, nem olyan, hogy átvezető százalék, úgyhogy te lehetsz a legjobb. Mert ez nem egy százalék. Nem érdekel. Inkább figyelj arra, hogy ne boruljál most fel. Na tessék, nem borultam fel. Idiótajcs! Fonc mon dieu! Nagyon sokat néztem, hogy most már franciául játsszák. Fonc mon dieu! Mon taxi! Fonc mon dieu! Ez tényleg ilyen gyors. Sose jöttem erre, amikor én játszogattam ezt. Vidd a gangstereket Salieri bárjához. Cox. Cox. Mire gáz? Fonc! Fonc, mon dieu! Hú, ez a nyelv, ez hogy hangzik? Annyira borzalmasan szar. Ha francia lennék, szerintem megölném magam. Nem, most semmi baj a franciákkal. Ne. Cortez-nek van baja velük. Ja, én vagyok Cortez, de hát. Ups. Na miért mondod, hogy ups, amikor teljesen egyértelműen szándékosan hajtottál bele? Nem szándékosan, csak erre akartam jönni. De akárhányszor játszom ezt a játékot, van olyan része, amit még most sem tudok így térkép nélkül, hogy merre kell menni. Vagy egyszer nem tudtam sose megtanulni a pályát teljesen. Na, buta vagy azért. Nem, azért, mert nem tudom. Lehet, hogy egyébként igen. Már nekem is nagyon rá kell néznem a térkép, de csak azért, mert olyan jó, hogy így bármikor be tudod nyitni, és akkor így... Igen, nem kell külön kimenni, hogy merre kell menni, igen. Térkép, mert minden, úgy nagyon jó így. Mint arra gondoltam, hogy küldetésenként venném fel, az mit szólsz, szerinted? Akarod te azt úgy? Igen. Szerintem nem lehet úgy. Ez nem rossz, ez így... Több videót akarsz, hogy több nézettséged legyen? Egy egyszerűbben lenne kategorizálva küldetésenként, de igen, ezt sokan nézik. Tudjuk, hogy valaki csak azt a küldetést akarja nézni, ahol Tomi végre dug egyet, úgyhogy... Ja, igen. Így külön van mászra, nem kell, hogy veletek azt a részt, lenni. Azt a részt meg külön Pornhubra kell feltöltenem. Na, nagyon erotikus. Ez a szalámi csöcsökkel, tudod. Fekszik az ágyba, és akkor felkapja a csöcsét, és tchum! Így megeszi. Éhes voltam. Vág belőle egy szeletet magának. Olyan illem... Tehát... Illem... Nem... Illem... Mi az a szó, amit keresel? Nem tudom. Illemtelen? Vagy illetlen? Illetlen. Valasz... Illetlen. Illetlen, igen, az. Olyan illetlen Tomi, hogy nem is bólint vissza nekik. Mert fél, be van fosva, de ne akkor is. Én is, én is fosni. Jön sem, aj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 
úgy megbasom. Jaj, ne jön szem. Nyomjon neki. Megint meg fog sérülni, jaj ne. Jaj ne, jaj, jaj, eltűnt a keze, eltűnt a keze. Houdini, Houdini. Jaj ne, ki fogja tépni a szívet, és nekem adját. Én ennyire nem akarok közeledni. Mr. Salieri would like to thank you as well as myself and Pauly. It's compensation for the damage to your car and your services. It should be enough. Yes, of course. Annyira jó, hogy itt teljesen be van fosva. Give my regards to Mr. Salieri. Mr. Salieri wants you to know that he is very grateful to you. If you ever need anything, you can come back and ask for help. Annyira imádom a Salieri csapatát. Mr. Salieri doesn't forget about friends who have helped him out. If you're interested, maybe we could find a job for you here. And it would pay well. We always have positions for guys as good as you. Okay, okay. I'll think about it.
Thanks. Really thanks. I'd better go to fix the car and so on. All right. I understand. Just think about it. And I hope it's clear that this matter is only between ourselves. Take care, kid. When I opened the envelope, I almost had a heart attack. There was more than it would cost to do the repairs. But I didn't for a minute think about their offer. I didn't want to join some criminals, even if they had all the money in the world. It's better to be poor and alive than rich and dead, right? I was going to get my cab repaired and try to forget it all as soon as possible. As my mother always said, you can never forget what God has in store for you. Kis türelmet. Na és akkor a menekülés, ezzel a küldetéssel fogjuk folytatni a következő részben.